Sziasztok, itt újra a filmtár adás, speciális része, hiszen most csak egy filmet tudom vettek, de az szinte premier. Plusz amiatt is van ez, mert egy hamarosan nyaralás lesz, lehet, hogy már utána fog bekerülni a csatornára, vagy felkerülni a csatornára ez a videó. Minden esetre felvételem még előtte történt. Ugye hát majmok bolygója a háború lesz a mai menü, és azt kell mondanom, hogy a majmok tényleg együtt erősek, de a másik részben szerintem egy picivel erősebbek voltak és jobbak. Matt Reeves ugyanúgy itt a rendező, mint a másik résznél, a Veta csinálja ugyanúgy a Joe Lettery-vel vezetve a cükköket, ahogy az előző két résznél is egyébként alatállal a gyilkolás lehetne sorolni a filmeket, amelyeknek ők csinálták a cégéjét, tökéletes, most is. És a zeneszerzés ugyanaz az előző filmnél, Michael Giacchino, szereplők nagy része is Andy Serkis-szel az élükön. Azt hitte az átlagnéző, hogy én is, hogy ez a film, ez hatalmasat fog dobbanni, hatalmas sikere lesz kritikailag, bevételileg, és az első két rész, ami tényleg szuper részek voltak, apró hibákkal, de szuper részek, hogy még azt is fel fogja múlni, és állítólag ez a legjobb része a trilógiának, és mint egyben trilógia nagyon jó, ott van a legjobbak között. Ezek voltak az első hangok, az első véleménye. És én is nagyon vártam filmet, mert én szerettem az első két részt, főleg a másikat, de az első is nagyon jó indító volt. Az első igazából az volt a baja, csak hogy a végén teljesen hirtelen gyorsan felpörgött, és kicsit már ilyen szürreálissá vált, az addig nagyon szépen, akár szinte mondhatnánk azt, hogy realisztikusan felépített sztori, ami szépen lassan épült fel, az tempót, sebességet váltott, és néha már hirtelen túlontúl ilyen majom katasztrófa filmi avanzsálódott, és a lezárás is hirtelen összecsapott lett, és gyorsan lezárt. Mondjuk a stáblista az ötletes volt ez a vírus terjedése. Aztán a másik részét látott és győzött, sokkal jobb volt szerintem az arány az emberek és a majmok között. Még az első részben nagy részt inkább az emberek voltak a fronton, és a végén került elő, kicsit összekapkodva Cézár karaktere és a lázadás. Addig itt egységben volt szinte a két oldal, mondjuk a majmok azért így is kicsit erősebbek voltak, mind alakításban, mind a karakterekben, de próbálták mind a két oldalt kicsit arányaiban mind a kettőt egyszerre rendezni, részletezni, bemutatni. Mind a két oldalon volt jó és rossz karakter, míg a lázadásban ez teljesen talán nem mondható el. Igazából ott a majmok nagy része csak jó volt, szinte az emberekből talán egy vagy két gonosz volt, és több ez jó volt. Itt viszont már ennél sokkal árnyaltabb volt az egész, és a cégé hatalmasat ugrott, már a 11-es első részben is sem volt rossz a majmok mimikája, mozgás animáció, de azért voltak benne néha hibák. Messziről, főleg amikor seregben mozogtak, de itt már sokkal jobb a világítás, a háttérben vannak, amelyek akkor is, a árnyékban, stb. Az arc mimika az mesteri, és a másik részben nagyon jól föl volt építve a feszültség, az érzelmi erő itt tört fel először igazán a trilógiában, és egy nagyon jó új ellenség Koba, az első úgymond majom ellenség, tehát ilyen polgárháború is kialakult igazából a filmben, és az is nagyon fel volt építve, hogy hogyan, miért, milyen okokból történt mindez, és aztán, hogy hogyan fejlődött ki, és fejlődött túl, és eszkalálódott át az emberekre is, hiszen itt a majom polgárháború az igazából az emberek ellen is irányul. Leginkább Koba oka miatt. Lényeg az, hogy ez szerintem egy sokkal jobb film volt az első rész. Egy baj volt ennek is, ugyan kicsit nagyon lassú volt. Voltak elnyújtottabb jelenetek, illetve olyan részek, amikor nem igazán értettem, hogy miért kell ennyire egy helyben toporogni. És Gary Oldmantól is többet vártam volna, hogy sokkal jobb színész, hogy egy ilyen karaktert játszon el. De
jó hozta azt, amit kellett, csak én az ő karakterétől, ahogy magától a színésztől is többet vártam volna ez esetben, hiszen a legtöbbször ő sosem okoz csalódást. Na hát ennyi vezető után, egy kis szünet után térjünk rá a harmadik részre, a háborúra. Most pedig háborúzzunk egyet. Azt előre el kell mondanom, hogy a háború cím egy kicsit félrevezető, és az egész thriller is. Hasonlóan az előző Baby Driver című film, az, amit nemrég mutattam be, olyan szabadon nagyon pozitívum, hogy a trailer nem ugyanaz, mint a film, hogy nagyon sok meglepetést tartogatott ezáltal az alkotás. És az a helyzet a majd a háborúval is. Egyrészt a legnagyobb változás szerintem az ezredes karaktere Woody Harrelsonnal, és akit vagy amit láthattok a trailerben, ahhoz képest egy sokkal másabb karakter, egy árnyaltabb figura, akinek van két nagyon durva párbeszédes beszélgetés jelenete is Andy Serkis Cézárjával, über szuperek. A másik meglepetés, aztán sokan negatív is lehet, hogy nagyon sok harc háború nem igazán van a filmben. Úgy vágtak össze a trailert, mint hogyha a végig szinte háború lenne, aztán pedig ez nem teljesen így van. Van benne valamicske, de ez a valamicske, ez csekély ahhoz képest, amit vártunk volna. Úgyhogy ez lehet, hogy sokaknak negatívum lesz. Az is lehet, hogy pozitívum, hiszen a másik oldalon pedig a drámai vonal, a feszültségkeltés, az mesterien működik. Úgyhogy igazából amit elvesztettünk a Rémon, ezt visszakaptuk a vámon, és egy olyan filmet kaptunk, ami a másik résznél, ami, mint említettem, már szintén egy nagyobb fejlődés volt, érzelmi fronton még erőteljesebbé tudott válni. Tehát ez a film, ez egy kőkemény érzelmi dráma, akciójelenetekkel, egyrészt főképp Cézáról, de általában a majmok exodusáról is, ha mondhatok ilyet, és arról, hogy ebben az apokaliptikussá vált világban különböző felek, mind a majmok oldalán, mind az emberek oldalán, és az emberek oldalán is különböző csoportok alakultak igazából különböző elszigetelt körzetben. Hogy közöttük dúl-e szintén háború, ha igen, akkor miért, és hogy igazából itt tényleg már csak a túlélés a lényeg, és az ösztön a viszerőre, hogy túléld az eljövendő nehéz helyzeteken. És mind a két esetben, és itt van a bosszú lehetőség, és ez egy bosszú film is, ami a Cézár szemszögéből van már ezúttal jelen. A filmben egy kicsit említi, hogy ezáltal egy picit szintén kovává vált, amit nagyon sajnál, hiszen ková eszét is elvette valószínűleg a bosszúéség, és a film másik felétől kezdve erőteljesen Cézárét is. Egy többet már tényleg nem mondanék. Ami hatalmas pozitív még a filmben, hogy a színészek mesteriek. Woody Harrelsont én annyira nem szeretem, de ebből a karakterből, aki összességében sajnos a vászon jelenlét tekintetében nincs annyit, és egy meglepetés, mint amit vártunk volna. Ilyen szempontból csalódtam az ő karakterében, viszont abban a szempontból nem, hogy az egyik csavar gyakorlatilag nála lehető föl. Nagyon jól hozta azt a szerepet, jól játszott, pedig nekem nem a kedvenc színészem, de itt és például a True Detective sorozatban mesteri. De az ász, a király továbbra is Andy Serkis, aki ugye Cézárt alakítja, valami mesterien. Szerintem az egész trilógiában olyat hozott, olyat alkotott, amit mindenképp díjazni kell, hogyha annó díjazták külön az egész trilógiáját. Ugye a Gyűrűk Urának díjazzák az ő szereplését az egész trilógiában, a Mario Bolygója új trilógiájában. Csinálják egy külön kategóriát, és köszönöm, hogy a CG, vagy Motion Capture Acting, és adják már neki oda, és aztán a jövőben más színészeknek is köszönjük. Mert megérdemelni, ugyanis nem csak amiatt nagyon jó, mert
a cégéhez mestített, még szintet léptek az előző részhez képest is az arcmimika terén, az érzelmek előhozás terén, az animáció terén, hanem mert ő apait, anyait beleadta, megnézzük a forgatási képeket, videókat, akkor ez egyszerűen látszik, illetve az így készült videókat, de ez már korábban is így volt, mondjuk a Hobbit filmeken, akár a Star Wars-nál, de ott nem volt olyan egy szerepköre még, hogy ő apait, anyait belead, és tényleg igaza van a rendszerkésznek, hogy ez igazából egy digitális maszk csapat, és hogyha a sima maszk csapatok nem félemlítik el és űzik el, úgymond az akadémia szavazóit attól, hogy még ennek ellenére is rászavaznak egy adott színészi tehetségére és alakítására, akkor miért ne tennék ezt tényleg a digitális maszkot hordó, úgymond szereplőkkel? Miért nem? Nagyon látszik egyiket az arca Anthony Serkisnek, Cézár esetén is, hogyha megnéztek egy forgatási képet és mellette Cézár arcát, iszonyatosan hasonlóság. Iszonyatosan nagy a hasonlóság. Aztán én kiemelnék még egy szereplőt, akit sokan nem annyira kedveltek, a Bad Ape, rossz majom karakter, akiről össze azt hiszem, hogy egy rossz karakter, ez egy újabb Koba, de nem, ő az, akit sokan kritizálnak, hogy egy humorforrás, egy komoly, drámai, durva, és néha tényleg olyan sötét és szívbe és lélekbe markoló filmben. De szerintem ennek ellenére a karakter ugyanis nagy részt működött. A legtöbb néző nevetett rajta, nem hiába, mert a szinkronja is nagyon jó volt, és hát az egész film és a trilógia szinkronja szerintem szuper, ami manapság ritka, mint a Fehér Holló. A másod részt legtöbbször helyzetkomikumok és egy-két jelenetnek a humorisztikusabb zárás feloldása volt az ő feladata, ami szerintem a film majdnem feléig, vagy három ideig sikerült, az utolsó harmadban már nem. Ott már erőltetett volt, főleg talán az utolsó, vagy utolsó előtti jelenetel, iszonyatosan gyerekes és erőltetett. Na, ott nem működött. De a film felé, három ideig szerintem jól oldotta a feszültséget, úgyhogy nem vitte az túlzásba. Később igen, ez való igaz. De szerintem a film, vagy a, pontosabban a játék a fele esetén, három esetén nem ez a helyzet. Nem hiába rögött az egész mozi. Az ő karakterén, és tényleg még egyszer megdicsérem a szinkron színészféle az ő esetében, és a mimika arc kidolgozása az ő esetén is ott van. Tehát a top 3-ba Cézár, Bad Ape, és talán még Rocketet is oda kéne tenni, aki szóval az egyik gorilla volt, jól emlékszem. Maurice is újra előjön ugye az oráng után, nagyon jó karakterek ők is, és nagyon jól kidolgozottak. Ebben is nagyon erős a film. A második, vagy a harmadik már, ami nagyon erős, az a rendezés, nagyon egységes képet nyújt. Látszik, hogy Matt Reeves folytatni akarta azt a vonalat, amit a másik részben tett, csak kicsit máshogy kivontva. Még érzelemdúsabban, még jobban Cézárt a középpontba téve, a bosszú kérdéskörét középpontba téve, a túlélés kérdéskörét, mikor az új otthonkeresés kérdéskörét is lehetne sorolni. Nagyon sok mindent bele akart tenni, és igazából olyan szinte folytatta azt az utat, mint amit a másik részben letett. A negyedik nagyon jó dolog az a zene. Michael Giacchino újfent nagyon jó soundtracket csinált. Az első soundtracknél, az első résznél ugye ott akartam mondani nektek hirtelen, nem most nem teszem, mert Patrick Doyle csinált az egyetek például a Potter 4-et is. Sajnos fele másolat csak egy fő témán kívül semmi szerintem igazán emlékezetes. Viszont a másik, a harmadik részén Giacchino tudott nagyon jó feszültségkelt a zenéket csinálni, többféle érzelmi témát is, több karakternek is akár, és nagyon jó, úgymond családja fogalmazhatok itt, vagy majom témát, családi témát, amit, és amiket egy részben tovább vitt a háborúban, másrészt pedig újakat kreált. Az ötödik nagyon jó dolog az, hogy a film reflektál akár a mai, de leginkább a korábbi történelmünk negatív eseményei és világára. Nagyon sok mondani való és gondolkodtató jelenete van, amiatt szintén érdemes megnézni. És nagyon jó látni azt is, hogy mindeközben a különböző karakterek jelleme tovább formálódik, változik, karakter ábrázolás és karakter változás van jelen. Ugyanitt Cézárnál is, akit most már a harmadik filmben látunk, és mégis képes reálisan változni, és okkal, és nem erőltetettem, vagy túl hirtelen, mint mondjuk a lázadás végén. Tehát én nekem ez nagyon tetszett, hogy az ő karakterét és a többieket is nagyon szépen építették föl. Emiatt a filmnek és az előbb felsorolt pozitívumoknak van egy-egy negatív oldal is egyéb iránt. Egyrészt az, hogy a film nagyon lassú, még talán mondhatta lassabb, mint a másik rész, aminek talán szintén egyrészt volt a fő hibája. És az emberi karakterek esetén megint igazából az ezredes az, aki igazán van kidolgozva, és többiek szinte el vannak felejtve. Bekerül egy újabb ember karakter, Nova, aki
egy kislány, aki nem tud beszélni, hogy miért, az egyébként kiderül a filmből. És hát egy-két jeleneten kívül az ő karakter olyan semmilyen, de ott se lehetett volna más is az ő karakterje sajnos kitalálni. Tehát szerintem az ő karakterét azt nem eléggé dolgozták ki, és a múltjáról háttérről keveset tudunk meg, vagy max csak gyanakodhatunk, hogy körülbelül mi lehetett az esetében. A másik fő baj, a film forgatókönyve szerintem gyengébb, mint az első második része, és mindenhonnan lopkod. Lopkod a Bibliával, inkább Mózesről, tehát az Exodusból, elejétől szinte a végéig. Lopkod a leghíresebb rabszolgás és szökéses filmekből, vagy a leghíresebb indián filmekből. Tehát ez egy ilyen egyveleg gyakorlatilag. Ezt nem is tudom, valaki egyszer azt írt egy kritikában, hogy ennek nem annyira örülsz, hogy egy film... Márán több filmet is látott. És néha szinte egy az egyben van, hogy még egy-két párbeszéd is szinte egy az egyben mondjuk a Bibliával lett átemelve. Szóval nekem ez egy kicsit ilyen szomorú fájó pont volt az első két rész után, ahol egy önállóan is megállni képes egyedi univerzum épült fel, egy filmes majmos univerzum. És itt emiatt, hogy szinte néha egy az egyben konkrét történelmi bibliai és más filmekben látott jeleneteket, eseményeket, párbeszédeket láthattam, hallhattam, ez kicsit engem kizökkentett ebből a majmok bolygója világból. Tehát ez is egy számomra egy negatívum volt. Aztán még a forgatókönyvből negatívum, hogy vannak illogikus dolgok. A korábbi részekben nagyon sok mindent elmagyaráztak, és az akciójátok is szerintem főleg a második résznél nagyon jól voltak tervezve, rendezve és koreográfálva. Itt viszont nagyon sokszor az akciójátok előtt vagy a szökés közben, van egy szökés a filmben, irányos dolgok történnek. Tehát a film nagy rész második felében látható ilyen munkatábor, koncentrációs tábor, hasonlás jelenetnél az ellenséges katonáknak mintha nem lenne szeme. Nem lenne minimális agyuk gondolkodásra. Tehát egy ilyen logikusan eddig legalábbis felépített trilógiánál ez egy elég nagy fájó pont, hogy pont a legvégén nem tudja már logikusan megoldani a dolgokat, és hogy hirtelen vágással sok minden pozitív vagy negatív hirtelen változik, túl hirtelen. Úgy, hogy a katonák elméje, tapasztalat úgy látszik elég csekély. Ennél többet nem mondanék. A lényeg az, hogy vannak benne ilyen logikai bukfencek. Egyszerűen egy hatalmas miért az, ami pár jelenet sornál előjött a nézőből. És ez miatt néha túlontúl mondhatnánk azt is, hogy a rendező talán egy kicsit felolvasást akart mondani, és a túlontúl ránk akart erőltetni a mondani valóját. Ez olyan jeleneteknél látszik, ahol már szinte túltolta az érzelmességet, és túlontúl sokáig tartott egy jelenetet. Emiatt van az a lomhaság, lassúság, ez ennél főleg, még a másiknál is volt néha ilyen, de itt meg főleg. De ennek ellenére is érzelmi faktorban a harmadik rész a legerősebb, mert képes a rendezéssel, a színész játékkal, a durva cégével, ami igazából a mimika, olyat hozni, ami előhozza a nézőből az érzelmeket. Nem egy-két néző sír szerintem egy iránt a jeleneteknél, hozzásegít a jó nagyszerű érzelmi a zene is, Giacchinótól. De a rendezés ugyanúgy, vagy a színészek elő tudta ezt hozni. És olyan szempontból viszont van meglepetés a könyvben, mondom, hogy van egy-két kisebb fordulat, és meghalnak szereplők is. Tehát itt nincs cicoma, ez erre egy záró rész trilógiában, itt már nagyon sokan meghalnak, és meg is fognak. De nagyon sok esetben tényleg nem tűnik Hollywoodinak a film, nincs olyan hollywoodi nyári blockbuster érzete, ezt simán lehetett volna összerakni. Én ugye annól ősszel láttam egy új kultik mozi megnyitásakor 3 éve Pécsett ezt a filmet ingyen, mert nyertem kivételesen jegyet a premierat itt, és az egész mozinak a premiere is volt egyben, nyitás után. És ott is hatalmas élmény volt egyébként a film, érzelmileg is minden szempontból. Ezt azt kell mondanom, hogy már akkor érződtek tényleg a Matt Reeves pozitívumai, de az is érződött ott is, hogy néha egy-két jelenetet túltolt.
Mindemellett ennek ellenére is tényleg nagyon durva volt az érzelmi faktora a filmnek, úgyhogy mindenkinek csak már emiatt is. Nem tudom, sajnos a forgatókönyv az, ami szerintem a legtöbb hibát húzza magával ezúttal, amit eddig én nem igazán éreztem. És jól látni, hogy a film egyre több esetben kapcsolódik a régi 68-as eredeti filmben látott karakterekhez. Előkerül már Cornelius vagy Nova, akik abban a filmben fontosabb szerepet kapnak. Nagyon jó azt is látni, hogy a mutáció formálódik, és hogy hogyan, meg hogyan alakul, azt megnézitek a filmbe. Viszont, ahogy a háború maga viszonylag kevésbé van jelen ebben a részben, akár ez az alcím, de szerintem még ez egy karakterháború, egy bosszú háború, két fő karakter, Cézár, és igazából az emberek, de maga az ezredes ellen is. És a háború az ilyen szempontból itt is egy kicsit nem csak szó szerint értem ezt, hanem kicsit talán úgy is, mint ahogy azt láthatjuk, vagy láthattuk a Wonder Woman háborúja esetén, és ez is tetszett. Viszont az nem tesz ez, hogy egyes mellé karakterek, illetve hát a maga a fősztori szál, az előre kiszámítható, és néhol túlontúl megengedő. Ez a rész, ez nem annyira tetszett tehát. Ez sajnálom, mert talán tényleg az a rész lehetett volna a legjobb a sorozban, de így is a második legjobb, ami szerint a három részben, és ez azt jelenti csak mindösszesen, hogy mindegyik rész tök jó, és egy egységes, szolid színvonalat tud hozni ez a trilógia, és szerintem is ott van a legjobb trilógiák között, hiszen a legjobb trilógiák nem mindegyik rész tök jó, vagy az egyik rész csak minimálisan rosszabb, mint a másik, úgyhogy ha erre is képes volt ez a trilógia, ez a filmsorozat, akkor ez már nagy szó, és igen, képes volt mind a három rész, nagyon szuper. A harmadik résznek is megvannak a hibái, a negatívumai. És a különböző kérdéskörei, amit spoilerezve mutatom, esetleg később majd kifejtek másokkal. Addig is annyit kell mondanom, hogy tehát nekem ezek azok az okok, amik miatt sem tudok 80%-nál többet adni a filmnek, ami jó kis film. De mondjuk például nem jobb, szerintem a Baby Driver-nél. Persze a kettő azért más stílus, érzelmességi faktorban ez a nyerő, de forgatókönyvön kellett volna még dolgot tényleg. Úgyhogy hát az a gond, hogy nem tudom, hogy volt-e valami, amit még kifejezettem, hogy akartam volna mondani. Ha igen, akkor azt majd a spoileres beszélgetésben, hogy tudja, hogy csak a csehországi körutcánásom után lesz, majd megpróbálunk természetesen ki elemezni és részletezni. Addig is úgy hiszem, tőletek remélem tetszett ez a bemutató is. Nagyon jók legyenek veletek, sziasztok!